Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Kókai Mónika vagyok. Szeptember 19-e van Wilhelmina névnapja. Műsorunk elején érkezzenek a nap fontosabb hírei, először csak röviden. Gőzerővel zajlik az árvíz elleni védekezés Magyarországon, a Duna mellett a Lajta is árad. Bezdánnál is emelkedik a Duna vízszintje, a tetőzés jövő hétre várható. Elkezdődött a második Connect and Grow üzleti konferencia Palicson. Folytatódnak a tetőszerkezet felújítási munkálatai a Tornyosi Magyarok Nagyasszonya plébánia templomon. Komoly, de ellenőrzés alatt van a magyarországi árvízhelyzet, mondta Orbán Viktor reggeli sajtótájékoztatóján. A magyar kormányfő közölte, a szerdaihoz képest 1436 fővel növelték meg a védekezésben résztvevő hivatásos állomány számát. Nem csak a Duna árat, hanem a Lajta is. Utóbbi várhatóan ma rekordmagassággal tetőzhet Moson-Magyaróvárnál. A Dunai árhullám tetőzése pedig Magyarországon Duna remete térségében várható szintén ma. Komoly, de ellenőrzés alatt van a magyarországi árvízhelyzet. A következő egy hétben nem várható nagyobb eső, így az árvíz nem kap utánpótlást, mondta Orbán Viktor. További 200 katonát vontak be a védekezésbe, illetve a büntetés végrehajtása, a polgárőrök, közmunkások, tűzoltók is kiveszik a részüket a munkából. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Budapesten 90%-os a védművek kiépítettsége. Úgy látják, hogy Budapest védelme megoldott. A helyzet továbbra is komoly, nehéz, de a védekezés színvonala optimizmusra ad okot, tette hozzá a magyar kormányfő. Előállítottunk eddig összesen 1.551.500 homokzsákot. Ez a tegnapihoz képest azt jelenti, hogy tegnapról mára viradóra 130.000 homokzsákot töltöttek meg az önkéntesek és helyeztek el a védvonalakon. Azt mondhatjuk tehát, hogy a védekezés az mind a hivatásosok, mind az önkéntesek részéről szervezett, fegyelmezett, nyugodt és jó tempóban halad. Magyarország miniszterelnöke hozzátette, továbbra is úgy gondolják, hogy a jövő hét közepén hagyja el az országot a tetőzés déli irányba, és továbbra is azt várják, hogy a budapesti vízszint tetőzése valószínűleg szombat éjjel következik be. Orbán azt mondta, a budapesti főpolgármester döntésétől függően a jövő hét közepén a rakpart már felszabadítható lesz. Úgy látjuk, hogy a Budapest védelme megoldott, a legérzékenyebb részeken is eredményesen védekezünk, ilyen a Margit-sziget és a Batthyány téri aluljárók térsége. Ami a Budapesten kívüli világot illeti, az a jó hírem van, hogy Duna-Bogdányban, tehát a Dunakanyarnál vannak most a legnehezebb helyszíneink. Duna-Bogdányban a védekezés szintje az tegnap éjszaka 95%-os volt már, Tahiban, Tahitót faluban 100%-os, és Leányfaluban 97%-os, ezek jelentős növekedések, tehát egy nap alatt sokat javult a védekezés készültségi foka. A kormányfő közölte azt is, hogy a szerdaihoz képest 1436 fővel növelték meg a védekezésben résztvevő hivatásos állomány számát, így már 5828-an dolgoznak a gátakon, valamint szerdán 4012 önkéntes vett részt a munkákban, és van 15353 nyilvántartásba vett önkéntes is. Kijelenthető az, hogy Magyarország az előző árvizek idején kitanulta a védekezés szakmáját, és nem csak a hivatásosok, hanem az önkéntesek is pontosan tudják, hogy mit és hogyan kell tenniük, mondta Orbán Viktor. Rendes árvízvédelmi készültséget vezetnek be a Dunavajdasági szakaszán. A gátakon található zsilipek és a bezdáni hajózási zsilip már lezárásra került. Az illetékesek szerint Szerbiát nem fenyegeti akkora veszély, mint az európai országok többségét. Ugyanakkor aggodalomra adhat okot, ha az Ausztriában lehullott hó olvadni kezd.
megérkezett a Dunai árhullám Szerbiába. Bezdánban napok óta figyelik a folyó vízszintjének emelkedését. A szerdai vízállás 404 cm volt, csütörtökre azonban, ahogy mögöttem is látszik, a folyó vízszintje tovább emelkedett és elérte a part melletti épületek, nyaralók alsóbb szintjeit. Jelenleg a vízállás 500 cm körül mozog. Elárasztott utak és nyaralók folyamatosan emelkedik a Duna vízszintje Bezdán és Apatin környékén. Minden nap egy 40 cm előre léptetett a víz. Úgyhogy most vasárnapig úgy prognozálják, hogy a víz eléri a 700 valamennyit. Az már annyira magas, hogy mindenkinek hurcolkodnia kell a magasabb emeletre. A helyiek szerint nincs ok az aggodalomra, de érdemes időben felkészülni, a csónakokat jól kikötni, és amit csak lehet, védettebb helyre vinni. Koji su tamo niže, koji sve, oni svi idu i nas praće dobit vodu. Dok ja sam na najvišljem, ja ću dobit 3-40 cm, lično ja. I odavde, ko dođe, sad treba da dođe danas, da svoje stvari spakuje i gotovo. Ne znam šta da vam kažem drugačije, ovo će... Ovo što smo zakuvali, to će da pojedemo. Eto, to mislim duša. Vi imate isto vikendicu, šta se dešava na tom delu? Na tom delu, na Dunav Tisi, nije tako opasno, pošto ima ustava. Ali digne se voda do... Ali ovde, ne znam. Aki csak tehette, már az előző napokban felpakolta bútorait az emeletre, mondta Varga Frányó. Ja sam sve spremio, kolegama sam sve pomogao, koliko sam mogao, i oni su meni pomogli. Sad koliko bude vode, ali ne vjerujem da će preći 700. Glavni talas se čeka u Batini između utorka i srede oko 730, znači ovdje 680-690. Az előrejelzések szerint a Duna vízszintje szeptember 24-e és 26-a között érheti el tetőpontját ezen a szakaszon. Gazdasági témával folytatjuk. Elkezdődött a második Connect and Grow üzleti konferencia Palicson. A kétnapos rendezvény célja, hogy a vajdasági magyar vállalkozói közösség tapasztalatot cserélhessen, illetve kapcsolatokat építhessen. Az eseményen előadóként részt vesz többek között Tomás Szabina befektető, Rád Géber László kosárlabda mesteredző és Balog Petya befektető mentor is. Mintegy 250 vajdasági magyar vállalkozó részvételével indult el a második Connect and Grow üzleti fórum Palicson. Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke, a Prosperitáti Alapítvány korábbi ügyvezetője hangsúlyozta, hogy innovatív, modern tudással rendelkező előadókat hívtak meg a konferenciára, hogy a vajdasági magyar vállalkozók naprakész tudással gyarapodhassanak. Ha arra gondolok, hogy a tavalyi neves előadók többen elmondták, hogy ez a Palicson megszervezett konferencia, gyakorlatilag Budapesten is megállná a helyét. Ha arra gondolok, hogy hasonló színvonalú konferenciák Újvidéken, Belgrádban érhetőek el legközelebb, és csak és kizárólag itt, Vajdaságban, Szabadkán, ebben a nagy, széles összefogásban megszervezve élhető el magyar nyelven, akkor azt gondolom, hogy a jövőkép az mára valóságá vált. Tóth Tamás, a Vajdasági Magyar Vállalkozók Egyesületének elnöke kiemelte, egyetlen vállalkozás sem lehet fejlettebb, mint maga a vállalkozó, a vállalkozás vezetője. Ezért fontos a folyamatos tanulás a vállalkozók számára, erre ad kiváló lehetőséget a Connect and Grow üzleti fórum. Nagyon örülünk neki, hogy ennyien felismertétek a tanulás, a képzés fontosságát. Ezért hoztuk el a legjobb előadókat tavaly, idén és jövőre és az elkövetkező években, hogy a legújabb piaci trendeket tudjátok elsajátítani és alkalmazni, és sikeresek tudjatok lenni, embereket foglalkoztatni, jövőt biztosítani itt a Vajdaságban.
Potápi Árpád János beszédében kiemelte, a Connect & Grow üzleti fórum a vállalkozás fejlesztés mellett a közösségteremtés és a hálózatfejlesztés tekintetében is kiemelkedően fontos esemény. A magyar nemzetpolitikai államtitkár az esemény fővédnöke hozzátette, a vajdasági magyar vállalkozók összekapcsolása után a következő lépésként a Kárpát-medencei vállalkozók összekötése a cél. Mi mindannyian Kárpát-medencei szinten gondolkozunk. Tehát amit építünk, az elsősorban nyilván itt helyben a vajdasági vállalkozóknak a megerősítése és a vajdasági magyar vállalkozóknak az összekapcsolása. És hogyha ez megtörtént, akkor innen tovább lépve kötjük össze őket Erdéllyel, kötjük össze Felvidékkel, Kárpátaljával, a horvátországi térségekkel, illetve hát Magyarországgal. Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, a fórum társvédnöke kiemelte, a vajdasági magyar közösség továbbra is erős politikai értelemben tényezőnek számít, és aktív vállalkozói réteggel rendelkezik, és mindezek a tényezők együttesen szükségesek ahhoz, hogy a vajdasági magyarok boldogulni tudjanak a szülőföldjükön, ehhez járul hozzá a Connect & Grow üzleti fórum is. Dr. Pásztor Bálint hangsúlyozta, pozitívum, hogy a politikum és a vállalkozói szféra is egymásra talált. Ha visszagondolok arra, hogy 15 vagy 20 évvel ezelőtt ez két soha nem találkozó párhuzamos egyenes volt, mármint a vállalkozói szféra és a vajdasági magyar politikum, most pedig itt ülünk ebben a csodálatos teremben, és közösen gondolkodunk arról, hogy hogyan tudunk közösen fejlődni és növekedni, akkor ez mindenképpen egy megsüvegelendő előrelépés, és ebben egyértelműen hatalmas szerepe van a vajdasági gazdaságfejlesztési tervnek. A Connect & Grow konferencia pénteken további üzleti tartalmú előadásokkal folytatódik. Újabb beruházás valósult meg a török-kanizsai Doszitej Obradovics gimnázium és szakiskolában. A fejlesztés 5,7 millió dinár értékben történt meg, melyet a tartományi oktatási titkárság támogatott. A felújítási munkálatokat Útott Róbert, a tartományi kormány alelnöke, tartományi titkár is megtekintette. A tartományi oktatási titkárság az év elején tette közzé az investíciós pályázatot, ahol a török-kanizsai iskolához hasonló oktatási intézmények pályázhattak. Az itt megnyert pénzforrás által pedig a nyáron megvalósult az intézmény udvar felőli részének is a szigetelése. Ez már nem az első ilyen fázis, az előző időszakban is az oktatási titkárság támogatta az intézményt. Előző években az utcafronton végezték el ugyanezeket a beruházási munkálatokat. A támogatásnak köszönhetően az iskola azon része teljesen hőszigetelt, ahol a tantermek helyezkednek el. A tartományi támogatások mellett a helyi önkormányzat is éves szinten biztosít anyagi forrásokat. Ahogyan nincs jövő minőségi oktatás nélkül, úgy nincs önkormányzat sem, gimnázium és jó szakiskola nélkül. Török-Kanizsán kiemelt szerepet tölt be a gimnázium és szakiskola. Önkormányzati költségvetésből évi szinten 12 millió dinárral támogatjuk ennek az intézménynek a működését. Az eseményen jelen volt Jeraszanikó oktatási államtitkár is, aki kiemelte, az oktatási intézménye specifikus iskola, hisz gimnáziumi és szakiskolai oktatás is folyik egyben, valamint fontos eleme a vajdasági középiskolai hálózatnak. Most már elmondhatjuk, hogy az intézményben korszerű, minőséges és modern oktatás valósul meg, és fontos azt is kiemelni, hogy a diákok részt vesznek a nemzetközi szakképzési mobilitási programban is. Az intézményben, ebben az iskolaiban 17 osztályban folyik a tanítás 246 tanulóval. Általános gimnáziumi szak csak szertagozaton van, illetve közlekedési szak is a 4 éves szertagozaton van. Szakács és cukrász tagozat van mindkét nyelven, tehát magyarul is és szerbül is, illetve gépjárművezető szak van magyarul, ugye ezek 3 éves szakok. A középiskolák számára jelen pillanatban is nyitott egy pályázat a tartományi titkárság által. Péntekig, szeptember 20-áig pályázhatnak az oktatási intézmények biztonsági kamerák beszerzésére.
Szerbia továbbra is elkötelezett az Európai Uniós tagság felé vezető úton, jelentette ki Alekszandar Vučić Brüsszelben, miután találkozott az Európai Bizottság elnökével és a többi nyugat-balkáni ország vezetőjével. A találkozón a politikusok áttekintették az EU és a Nyugat-Balkán közötti kapcsolatot és együttműködést. A témák között szerepel az európai növekedési terv végrehajtása a Nyugat-Balkánnal kapcsolatban, amelynek keretében a régió 6 milliárd eurós pénzügyi támogatást kapna a 2024-2027 közötti időszakban. A pénzügyi segítség azonban attól is függ, hogy az érintett országoknak sikerül-e megvalósítaniuk az ehhez szükséges reformokat. A növekedési terv célja egyébként a nyugat-balkáni partnerek gazdasági integrációjának erősítése az EU piacával, a reformok felgyorsítása és a pénzügyi támogatások növelése. Alekszandar Vučić szerb államfő újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy Szerbiában mikor érkezhet meg az uniós pénzügyi segély első részlete. A naša tranša će da bude 112 miliona evra, od toga je 32 miliona evra poklon novac, 80 miliona evra je naravno 40 godina. To su gotovo džabe novac, ali ipak je kredit koji ćemo morati da vraćamo. Tako da to je važan novac, to je važan impuls i ide nam u javni dug, dakle također ljudi treba da znaju. Svakako dobro, pod najboljim mogućim uslovima, ali nije to za nas od suštinskog značaja. Ovo što sam govorio o pravim reformama, o istinskim reformama, to je za nas od najvećeg značaja. Továbbra is feszült a helyzet a Közel-Keleten, ismét a Hezbollah tagok közötti kommunikációra használt csipogók detonációja ölt meg több embert, és sebesített meg további több száz szemét. Irán szerint Izrael tömeggyilkosságokat követel a kommunikációs eszközök felrobbantásával. A tajvani Gold Apollo cég közleménye szerint a szóban forgó eszközöket licenszengedéllyel a budapesti székhelyű Back Consulting Kft. Gyártja és értékesíti. Kovács Zoltán Magyarország nemzetközi kommunikációkért és kapcsolatokért felelős államtitkára ezt cáfolta. A Hezbollah kerüli a mobiltelefonok használatát, mert azokat szerintük Izrael felhasználhatja mozgásuk nyomon követésére és célzott csapások végrehajtására. A tajvani Gold Apollo cég közleménye szerint a felrobbantott csipogókat licencengedéllyel egy budapesti székhelyű cég gyártja és értékesíti. Kovács Zoltán Magyarország nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkára ezt cáfolta. Leszögezte, a magyar hatóságok meggyőződtek arról, hogy az érintett cég egy kereskedő, közvetítő cég, nincs magyarországi gyártó és telephelye. A libanoni egészségügyi minisztérium az újabb szerdesti robbantás sorozatot követően 9 halálos áldozatról és mintegy 300 sebesültről számolt be. Szemtanúk szerint felrobbant több vokitoki az ország déli részének különböző pontjain és Beirut déli peremkerületeiben is. A Libanonban jelentős befolyással rendelkező Hezbollah síita milícia 5 hónapja szerezte be a vokitokikat nagyjából egy időben azokkal a személyi hívókkal, amelyekből kedden több ezer felrobbant, közölte egy biztonsági forrás. Egy magasrangú libanoni tisztségviselő és egy másik forrás is azt állította, hogy a Mossad izraeli külföldi hírszerző szolgálat helyezett el robbanóanyagot a készülékekben. A libanoni sajtó közlése szerint Japánban gyártott készülékekről van szó. Ugyanakkor a japán ICOM cég közölte csütörtökön, hogy már 10 éve nem gyártják azt a típusú adóvevőt, amelyből szerdán több száz felrobbant Libanon több pontja. Ennek az agressziónak meg lesz a külön büntetése, illetve megtorlása, hangoztatta Hashem Szefeidin, a Hezbollah végrehajtó tanácsának elnöke egy temetésen. Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa pedig független vizsgálatot követelt a robbanások kivizsgálására. Türk hangsúlyozta, hogy több ezer személyi hívó egyidejű felrobbanása anélkül, hogy tudni lehessen, hol és kinél vannak a készülékek, a nemzetközi emberi jogot és feltehetőleg a nemzetközi humanitárius jogot is sérti. Yoav Gallant, izraeli védelmi miniszter szerdán úgy fogalmazott, hogy újabb szakaszába lépett az iszlám radikálisokkal szembeni háború, és a harcok súlypontja áthelyeződik Izrael északi, Libanonnal közös határának vidékére. Gallant mindenek előtt a Hezbollahra utalt, amely a palesztinokkal való szolidaritásból támadja rendszeresen Izraelt. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó második felében.
virágpompában díszelgett Úbecse központja virágpiacot szerveztek a városban. Nem bírt az Interrel a City a bajnokok ligájában. Az európai csúcsfoci ma este is folytatódik. A karlócai békeszerződés aláírásának 325. évfordulójáról emlékeztek meg tegnap este a vajdasági Karlócán. Az ünnepségen mások mellett jelen volt Pietro Parolin, vatikáni államtitkár, Vasilije szerémségi pravoszláv püspök, dr. Pásztor Bálint, a vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Magyar József, Magyarország szerbiai nagykövete, valamint Hami Aksoy Törökország szerbiai nagykövete is. A karlócai békét 1699. január 26-án kötötték meg. Ezt a dátumot napjainkban az egyik legkiemelkedőbb történelmi eseményként tartják számon. Ettől kezdve ugyanis megszűnt a törökök előrenyomulása nyugat felé. Pietro Parolin, vatikáni bíboros, a Szentszék államtitkára először a Pétervárad közelében található Tekián találkozott a hívekkel. Majd ezt követően csatlakozott azokhoz a politikusokhoz, nagykövetekhez, egyházi és közéleti személyekhez, akik a Karlócán levő békekápolnában tartott megemlékezésen vettek részt. Ez az a kápolna, ahol 325 évvel ezelőtt aláírták a karlócai békeszerződést. Nemanja Starović, szerb munkaügyi miniszter ünnepi beszédében kiemelte, a karlócai béke megállapodás a háborúk óriási árára, de a béke határtalan árára is emlékeztet mindenkit. Pozíva nas da odamo počast onima koji su nevino stradali i patili u vrtlogu ratnog haosa. And it also calls for us to honor those who have suffered and were killed in the chaos of this great war. Saradnja, diplomatija i međusobno uvažavanje moraju biti osnovni postulati na kojima će se graditi budućnost Evrope. Emmanuel Geoffrey, az Európai Unió szerbiai nagykövete beszédében kiemelte, a 325 évvel ezelőtt lezajlott események a kompromisszumot jelképezik, és nagy mértékben hozzájárultak a napjainkban ismert Európa kialakulásához. Ez volt az első alkalom a diplomáciában, hogy a tárgyalófelek kerekasztal beszélgetés formájában jutottak el a megállapodáshoz, tette hozzá az EU nagykövet. In addition, the four delegations entered the town hall through separate doors, further emphasizing the principle of equality and mutual respect. These early efforts at finding compromises reflect a spirit that has endured and is deeply embedded in the very fabric of modern Europe. Pietro Parolin, vatikáni bíboros a béke fontosságáról beszélt. A Szentszék államtitkára szerbiai látogatása során Porfirije szerb pátriárkával is találkozott. I brought to Patriarch Porfirije the greetings of the Holy Father, and then we talked together about the importance of working together, in favor of the peace and the reconciliation of the world. And the best contribution I think the churches can give to peace and reconciliation is to try to get reconciled among them, no? A vatikáni államtitkár elmondta, szerbiai látogatása során azt tapasztalta, hogy a szerb kormány igyekszik és igazi jó akaratot mutat az iránt, hogy az egyenlőség elvei alapján kezelje a kisebbségben levő egyházi közösségeket, köztük a katolikus egyházi közösséget is, és a kormány értékeli mindazt, amivel ezek a felekezetek hozzájárulnak a szerbiai társadalomhoz. Az ünnepségen az egybegyűltek egy közös békeüzenetet is felolvastak, valamint elültettek egy a békét szimbolizáló olajfát is a kápolna udvarában. Folytatódnak a tetőszerkezet felújítási munkálatai a Tornyosi Magyarok Nagyasszonya plébánia templomon. A következő hetekben a két kis torony, valamint a szentély és a sekrestye feletti tetőrész is megújul. A tornyos központjában elhelyezkedő Magyarok Nagyasszonya római katolikus templom az elmúlt évek során teljesen megújult. Első körben 2019-ben a belső térben végeztek restaurálási munkálatokat, majd a korszerűsítés 2021-ben a templom külső részén folytatódott.
A felújítást ahogyan eddig is helyi vállalkozók végzik. Szerencsére elékeztünk a templom tetejének a felújításának a harmadik fázisához, egyben az utolsó is, remélem. Az előzőekben a torony lett megcsinálva, teljes fa rész és a lemez burkolat, aztán a templom hajónak a felújítása történt meg, most pedig a két kis torony, a szentély tetejének a burkolása, valamint a sekrestye. Ha nem történik komoly a fennakadás és az időjárás sem szól közbe, akkor várhatóan a munkálatokat pár héten belül befejezik. A tetőcserének a maradék részét valósítjuk most meg, a két kis tornyot, és hátul a szentély és a sekrestye tetőzetét cseréljük le. Olyan 3 milliónál többet kaptunk a Nemzeti Tanácson keresztül a Magyar Államtól. Az október 13-án esedékes templom búcsú alkalmával a felújítás után hálaadó szentmisét tartanak majd. Élő újságot tartott a Hétnap szerkesztősége szerdán este az Óbecsei Népkönyvtárban. A heti lap munkatársait a lapról, az ott végzett munkáról Szilágyi Edit jogász, a Hétnap Óbecsei tudósítója kérdezte. Az eseményen a heti lap mellett a többi kiadványukat is bemutatták az olvasóknak és a megjelent diákoknak, akik most ismerkedhettek meg a Hétnappal. A Hétnap az egy olyan heti lap, amely több generációhoz szól, tehát a család minden tagjához, a legidősebbektől a legfiatalabbakig, ugyanis hát van gyermek és ifjúsági rovatunk is, és hát igyekszünk megszólítani mindenkit. Tehát azért egy ilyen magazin jellegű, amiben a komoly közéleti témáktól kezdve a szórakoztató tartalmakig minden benne van. Tehát ha így nézzük, akkor ugye nem egy célzott közönséghez szól, tehát nem ifjúsági vagy nem gyermeklap, hanem egyáltalán ilyen generációs, több generációs újság, és így igyekszünk a tartalmát is összeállítani. De ezt igazából nem mi találtuk ki, hanem ez egy örökség, amit a jelenlegi szerkesztőség is tovább visz. Virágpompában díszelgett Óbecse központja, virágpiacot szerveztek a városban. Az árusok mellett kézművesek is várták a vásárlókat. A prímet ezúttal a krizantémok és az árvácskák vitték. Örökzöldek és lombhullatók, sziklakertiek és cserepesek, hagyományosak és különlegesek. Nagy volt a választék az óbecsei virágpiacon. Aki csak véletlenül tévedt a város központjában, az sem ment haza üres kézzel. Voltam a bankba, és látom, hogy virágpiac van, és nézelődtem. És vettem egy ilyen fűszernövényt, rozmaringot, és ennyi. Nem is gondoltam, hogy kijövök. A fűszernövények az utóbbi időben nagyon népszerűek lettek. Kiültetik őket a kertekbe, de vannak, akik a konyhában cserépen nevelik. A interesovanje je veliko, ja to jako poštujem, tako da ima mnogo vrsta koje su tražene od nane, lavande, ruzmarina, podmajčine dušice i tako dalje, ali jesu popularne, stvarno se ljudi vraćaju nekim zdravim navikama i to je jako lepo. Bár az őszi virágpiacokon virágokból nincs olyan nagy választék, mint tavasszal, a színes és illatos kertről ilyenkor sem kell lemondaniuk a virágimádóknak. Ilyenkor ősztájában a zárvácskákkal díszítenek legjobban, mivel hogy azok egészen tavaszig szépítik az udvart, sőt nyár elejéig. Krizantint is szoktak még vinni dekorációba, és esetleg még szegfűket, mert azok meg egy kicsit illatoznak. A legnagyobb kínálat az évelő növényekből volt az óbecsei virágpiacon, de szobanövényeket is árultak. Szobanövényekre elég nagy a kereslet, és hát most jön az ősz, akkor az emberek kezdenek behúzózkodni, és akkor lássák, hogy egy kis élet kellene a szobába, és akkor most kezdik vásárolni a szobanövényeket, hogy bent a lakásba is legyen egy kis élet. Aki pedig nem jutott el az első őszi virágpiacra, megteheti október 22-én és 23-án, amikor ismét virágokban pompázik majd Óbecse központja.
Döntetlent játszott a Manchester City az Interrel a Bajnokok Ligája szerdai játéknapján. Az angolok hiába domináltak egész meccsen, az olaszok ellen gólt nem sikerült szerezniük. Szerda este további 5 mérkőzést rendeztek a BL-ben. A Paris Saint-Germain, a Celtic és a Sparta Praha is hazai pályán nyert. A Borussia Dortmund pedig a Klub Rouge vendégeként hozta el a 3 pontot. A Bologna és a Shakhtar Donetsk összecsapása gól nélküli döntetlen ért véget. Ma este a Crvena Zvezda labdarúgói is bemutatkoznak a Bajnokok Ligájában. A belgrádi piros-fehérek az első fordulóban a portugál Benfica együttesét látják vendégül. A hazaiakat irányító Vladan Milojevic egy nagyon nehéz mérkőzésre számít, hiszen a BL-ben szereplő csapatok Európa és talán a világ legjobbjai. A tréner hozzátette, hogy játékosai nagyon motiváltak, mindent megtesznek annak érdekében, hogy sikeresen kezdjék a kupasorozatot. A Crvena Zvezda és a Benfica összecsapása 18:45-kor kezdődik a Rai Komitić stadionban. Ovo je Liga šampiona. Ovde su vam, mi igramo protiv jedne velike, ogromne Benfike. Ništa manje nego svi ostali klubovi koji su se kvalifikovali. Mi smo sportisti, daćemo sve od sebe, imamo protivnika i trudit ćemo se da odradimo posao na najbolji mogući način. Koliko ćemo u tome uspjeti, vidjet ćemo. Eddig tartott a híradó. Érkeznek még egyszer a nap fontosabb hírei röviden. Gőzerővel zajlik az árvíz elleni védekezés Magyarországon. A Duna mellett a Lajta is árad. Bezdánnál is emelkedik a Duna vízszintje. A tetőzés jövő hétre várható. Elkezdődött a második Connect and Grow üzleti konferencia Palicson. Folytatódnak a tetőszerkezet felújítási munkálatai a Tornyosi Magyarok Nagyasszonya plébánia templomon. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha még több hírre kíváncsiak, keressék fel a pannonrtv.com-ot. Folytassák velünk az estét. Minden jót a viszontlátásra!